Faragó Ágnes klinikai szakpszichológus, ő is a vonaton utazott és súlyosan megsérült a balesetben. Akkoriban 19 éves volt, másodéves az egyetemen. A baleset előtt úgy emlékszik, hogy az utastársaival beszélgetett a vonaton, aztán egy hirtelen robajra figyelt fel, és elsötétült minden. Korábban azt mondta, felfogta, hogy kisiklott a vonat. Én azt gondolom, hogy az mindenképpen segít, hogyha az ember idővel megpróbál újra utazni. Én tudatosan próbáltam, hogy ne alakuljon ki egy ilyen elkerülő viselkedés, hogy annyira féljek a vonatoktól, hogy nem merjek többet felülni. De maga a nekem speciálisan a megküzdési folyamatomban nagyon sokat segített a szakdolgozatom, hogy ebben a témában írtam, és azokkal interjúztam, akik részesei voltak ennek a balesetnek, de általánosságban talán azt lehet elmondani, hogy mindenkinek a maga ritmusában kell ahhoz alkalmazkodni, hogy mikor szeretne beszélni az átélt eseményekről, mikor nem szeretne, mert ez nagyon nagy egyéni különbségeket mutat. És hogy a társas közeg is akkor jó, hogyha tud ebbe segíteni, együtt haladni azzal, hogy éppen szeretne erről az adott személy beszélni, vagy nem szeretne, vagy esetleg kell ebbe szakember segítsége is. A Szajoli állomásról autóval a nem messze lévő Újszászi vasútállomáshoz utaztunk, ahol megmutatták stábunknak, milyen váltót használtak annó Szajolban a baleset idején, és hogyan kellett volna azt ellenőrizni, majd átállítani. Itt egyébként ez a váltótípus használatban van, ahogyan sok más állomáson is az országban. A Szajoli tragédia elkerüléséhez 16 óra 43 perckor kellett volna azon a bizonyos váltón próbaállítást végezni, percekkel a vonat érkezése előtt. Ez a próbaállítás egyébként csak egy ennyi mozdulatból áll, amit most itt megmutatok, hogy megfogjuk a váltót, félállásig kicsappantjuk és visszacsappantjuk. Tehát ennyi a mozdulat. És egy teljes váltóállításnál pedig ugye értelem szerint megfogjuk a váltóállító emeltyűjét és így átállítjuk. Tehát ennyi az állítás, egy próbaállítás pedig annyi, hogy félállásig kicsappantjuk. A 43-as váltónál ezt mulasztották el Szajol állomáson 1994. december 2-án 16 óra 43 perckor, és ugye 16 óra 47 perckor bekövetkezett a sajnálatos esemény. A Szajoli állomáson 15 perccel a vonat érkezése előtt az első vágányon tolatást végeztek. A váltók ekkor már be voltak állítva a második vágányra, ahová terv szerint érkezett volna a 110 km/h-val közlekedő gyorsvonat. Tolatáskor viszont a tolató szerelvény az elől haladó jármű kerekével átállította a váltót az egyes vágányra. Erről a forgalomirányítás nem tudott, a tolatást végzők pedig nem ellenőrizték a váltók állását. A Hetényi Géza Kórház baleseti sebészetének vezetője már letette a munkát és hazament, amikor a tragédia történt. Telefonon értük el, azt mondta, tisztán emlékszik arra a napra, és arra is, hogy miután beért a kórházba, mintha futószalagon hozták volna a betegeket.